Az életfogytig tartó börtönt jóvá hagyta, a feltételes szabadlábra bocsátás legkorábbi időpontját azonban 5 évvel csökkentette a bíróság a kalapácsos gyilkos ügyében. A férfi még 2011. decemberében ölte meg feleségét, miután az asszony kabát zsebében egy terhesség megszakításról szóló orvosi igazolást talált. A férfi soha nem tagadta tettét. A mostani ítélet alapján leghamarabb 25 év múlva szabadulhat. Megrázó történet következik. Én miért mondtam azt, hogy én saját magamat nem értem, úgyhogy nem várom le azt, hogy engem más megértsen. Ezt mondta az utolsó szó jogán a gyilkosság miatt életfogytiglanra ítélt férfi. A gyilkosság ebben a házban történt, még szinte napra pontosan 2 évvel ezelőtt, 2011. decemberében. A férfit első fokon előre megfontoltan védekezésre képtelen ember ellen elkövetett emberölés miatt ítélték életfogytig tartó szabadságvesztésre. A férfi azonban azt mondja, hogy nem tervelte ki előre tettét, és a felesége sem aludt, mielőtt megölte. De azt tervezem előre, akkor nem úgy csinálom, hogy tiszta vér legyen a szoba, és hogy nyomorogatja. Előre tervezek valamit. A férfi azt is mondta, hogy azért kezdett kutatni a felesége holmiai között, mert érezte, hogy nem mond neki igazat. Nem hittem neki, és igen, utána elkezdtem kutakodni. Mert a feleségem bármiféle problémája volt, megmondta volna, vagy ha lett volna neki testéből, hát észrevesz, aminek én ismertem a világon a legjobban. A másodfokon eljáró bíróság ma jogerősen is életfogytiglanra ítélte a férfit. A vádlottat életfogytig tartó fegyházra és 8 év közügyektől eltiltásra ítéli. A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját 25 évben állapítja meg. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyja. A bíróság azért enyhítette 5 évvel a feltételes szabadlábra helyezés időpontját, mert nem volt egyértelműen bizonyítható, hogy a férfi álmában, tehát védekezésre képtelen állapotban végzett feleségével.